A játékosból edzővé előrelépő Kapacina Valer irányításával két vereséggel kezdte a bajnokságot a sényői csapat, majd két győzelem következett. Újabb két vereség után aztán jönni kezdtek a pontok, a legutóbbi fordulóban pedig a Tiszafüred hazai hibátlan sorozatának vetett véget a sényű. A sorsolásunk az nem volt egy egyszerű. A mutatott játékkal elégedett voltam már akkor is, hiszen a Deac ellen is azt gondolom, hogy nekünk több lehetőségünk volt, mint a Deacnak. A Putnok ellen otthon a második fél időben abszolút beszorítottuk őket. Sajnos ez még akkor nem párosult eredménnyel. A bajnokság közepe felé azt gondolom, hogy a kötelezőnek mondható meccseket azokat sikerült megnyernünk. Most pedig a hétvégén a Tiszafüred otthonában egy bravúrt sikerült csinálnunk, hiszen a Tiszafüred otthon még nem pontot se vesztett, gólokat is általában minden meccsen három gólt rúgott hazai pályán. Most ez sikerült nekünk leminimalizálni az ő szempontjukból a rúgott gólt, és hál' Istennek egyet többet rúgtunk, mint ők. A fiatal tréner számára nem okozott problémát az, hogy már nem a pályán, hanem a pálya mellől irányítja a csapatot. Megmondom, hogy szintén megfordult már egyszer-kétszer, hogy becserélem magam, de nyilván ez egy, amit említetted is, ez egy fél profi osztály, nem biztos, hogy ez túl jól néz neki. Kicsit tartottam az elején attól, hogy milyen lesz az átmenet, hogy hogyan fogadnak el a srácok, de amikor én ezt elvállaltam, előtte azért a rutinosabb játékosok véleményét kikértem, és ők bátran bíztattak, hogy ezt a feladatot vállaljam el, és azt gondolom, hogy tök jól együtt tudunk dolgozni. A tabella 9. helyén álló sényű vasárnap 13 órai kezdettel a közvetlenül mögötte lévő Diósgyőr 2-t fogadja. Ennek a tiszafüredi győzelemnek akkor van jelentősége, hogyha a Diósgyőrt itthon meg tudjuk verni. Nem lesz egy egyszerű mérkőzés, hiszen tudjuk, hogy a második csapatoknál nem tudhatjuk, hogy pontos összeállításuk milyen lesz az adott mérkőzésen a visszajátszók miatt. Mindenképp úgy készülünk, hogy nyerni szeretnénk, nem lesz könnyű mérkőzés, de a csapatnak a célja az, hogy a téli szünetre úgy menjünk el, hogy az első egy számjegyű helyezésen áll a tabellán. A 12. forduló további párosítása a következő: Deac Kisvárda 2, Nyíregyháza Spartakusz 2, Eger, Cigánd Salgótarján, Füzesabony Karcag, Tiszaújváros 60, Putnok DVSC 2 és Máté Szalka Tiszafüred.